Szorgos kezek pakolták dobozba hétfő délután a dr. Verestúj Attila alapítványhoz beérkezett süteményeket, hogy ma a Caritas munkatársainak segítségével elkezdődhessen a finomságok kihordása. Az alapítvány munkatársai a munka közben boldogan mesélték, hogy évről évre egyre csak nő azoknak az önkénteseknek a száma, akik vállalják, hogy fáradtságot és anyagiakat nem sajnálva süteménnyel örvendeztetik meg az udvarhelyi és környékbeli rászorulókat. Míg tavaly 90 darab csomagot sikerült összeállítani, addig idén a harmadjára meghirdetett akció során az önkéntesek és dobozok száma is szinte megduplázódott. A Caritas munkatársai ma reggeltől pontosan 150, egyenként fél kilónyi süteményt tartalmazó dobozt juttatnak el az időseknek, betegeknek, mozgássérülteknek és nagycsaládosoknak, egy szóval azoknak, akiknek valamilyen oknál fogva ünnepi asztalukról hiányozna a finomság. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy sokan pártolták fel ezt az akciót olyanok is, akiket igazából személy szerint nem szólítottunk meg. Ebből én úgy értékelem, hogy az emberekben él a jó indulat, szeretnének segíteni és szeretnének örömet szerezni olyanoknak, akiknek talán ez az öröm maradt karácsonyra. Az akció kitalálója és vezetője azt mondta, a visszajelzések sem maradnak el, amelyek amellett, hogy jól esnek, megerősíti őket a további munkában. A Caritasosoktól tudtuk meg, tulajdonképpen nagyon sokan, hát főleg ezek az idős nénikik, akik valamikor talán tudtak sütni, most már nem tudnak, sírtak, örültek neki. Persze jól esik az embernek, hogyha azt érzi, hogy az ünnepek, a szeretet ünnepek közeledtével van valaki, aki tiszta idegen, aki rá gondol, és szeretne örömet szerezni neki. A sütemények kiosztását ma kezdték el, a héten minden egyes doboz finomság célba ér, hogy valamelyest megédesíthesse a rászoruló karácsonyát.